A keresztutat a 14. század óta járják a katolikusok. A ferencesek ugyanazon az útvonalon haladtak, amelyen Jézus 2000 évvel ezelőtt vitte a keresztet. Kezdetben a stációk száma változó volt. A 14 állomást az 1700-as évek közepén fogadták el. A keresztút lehetőséget ad az elmélyülésre. Különösen most tudom átérezni, hogy milyen nehéz lehetett Jézusnak a keresztúton végigmenni, és hogy mekkora erő kellett, amelyet igazából Istentől kapott. És ahogy itt vagyok a keresztúton, szeretném megérteni, hogy hogyan is tudnám én is ezt a nagy erőt magamhoz venni. Nagypéntek az egyik legcsendesebb nap a katolikus egyházban. Nagy csütörtöktől húsvét vasárnapig nem szól a harang, a csengő és az orgona sem. Ezen a napon nem tartanak teljes szentmisét. A hagyomány szerint maga Jézus, az örök főpap mutatja be az áldozatot. A minisztránsok segítsége azonban ilyenkor is fontos. Fontos az asszisztencia a részünkről, mi minisztránsok részéről, és hát mivel ugye szentmisén mi csak a utolsó vacsorát éljük át, ezért nekünk a keresztúton Krisztus keresztre feszítését is át kell élnünk. A pápák a keresztutak felállításának a jogát kizárólag a ferenceseknek adták, akik másokat is felruházhatnak ezzel. Ahhoz, hogy a keresztút érvényes legyen, mind a 14 állomáson egy-egy fakeresztnek kell lennie. Az egyes jeleneteket ábrázoló képek azonban elhagyhatók. Sok hívő gyermekkora óta járja a keresztutat. Mentünk, amikor kicsik voltunk testvéremmel együtt, szüleimmel keresztutat járni, azért, mert olyankor az ember úgy érzi egyrészt, hogy a Szentföldön jár, tudtuk, elmagyarázták nekünk, hogy az hol van, Izraelben messze, de ha oda nem tudunk elmenni, akkor lélekben ugyanazokat az eseményeket láthatjuk, átélhetjük, amiken az Úr Jézus keresztül ment. A Kármelita Bazilikában Bacsa Dávid káplán vezette a szertartást. Az atya piros ornátusban járta a keresztutat, ez a vértanúság liturgikus színe. Az egyes stációknál Szűz Mária gondolatait elevenítette fel. A katolikusok számára a keresztút azt jelenti, úton lenni Jézussal. Mi is emlékszünk arra, hogy bizony mi is elestünk a keresztünkkel, de fölálltunk a keresztünkkel. Az életünknek van célja, mint ahogy Jézusnak is volt célja. A Golgota fele, de nem pusztán a halálig, hanem a halálon túl is. A mi életünk sem a halálig tart, hanem az örök életünkkel, halálon túléljük a halált. Nagy szombaton nem tartanak szentmisét, vasárnap azonban már Krisztus feltámadását ünneplik. Ekkor ér véget a 40 napos böjti időszak is.